Sziasztok, Robin vagyok, és ez lenne a második rész a Szalaisti Robin Box tartalmának a bemutatása. Így elsőként ezzel indítanám, ugyancsak könyvjelzők bemutatása. Kosaras, mert szereti a kosarat. Ez egy másik. Itt lenne a harmadik könyvjelző. És az utolsó, ez a negyedik kosárlabdákból álló könyvjelző. És most nem akármit fogok mutatni, ugyancsak kosár dolgokhoz kötődik. Méghozzá Jordan 5-ös kosaras cipő papírból. És nézzétek csak! Papírcipő játék. És ez ugye így szép piros színbe, aki szereti a piros színt, aki nem, hát annak hogy mutassak be sárgát. Sárga színben. Jordan cipő, igen. Jordan 5, Tokió. Nagyon elegáns, formatervezett, bár az én lábom nem fér bele. Na, akkor ez lenne a másik. És hogyha valaki nem szereti a sárgát és a piros színt, akkor itt van egy jó kis divatos, fekete-zöldes színkeverékkel így a és hogy színösszeállításban. Ez is nagyon szép, kényelmes cipő, bár én nem tudom hordani. Talán egy baba. Na, úgyhogy ez volna. Így ez a három cipellő. Így a kosaras téma így be van fejezve. Na most van egy jó kis kézi játék. Nézzétek csak! Máriós, tökéletes. Lehet nyomogatni, bár nem megy a Mário, de kell bele elem. Ki lehet támasztani. És hát ez ilyen, ez a kis zseb játék. Papírból persze. És még egy elektronikát mutatok, amit kapott tőlem Isti. Az egy iPhone. Itt aztán mindenféle ikon van, ahogy látjátok, fel is lehet bárkit hívni, üzenetet, e-mailt küldeni. Nézzétek, hát ez csodás, nem? És nézzétek meg, itt oldalt is gombokat, ugye itt is lehet nagyítani, zoomolni, és itt van a hátsó része így. iPhone. És itt a kamera is. Ez egy Apple iPhone. Ja. Úgyhogy ezt ide is rakom. És most egy téma jön, méghozzá Jurassic Parkos téma. Ez egy belépőkártya, úgyhogy ilyet kapott Isti, úgyhogy akár még a Jurassic Parkba is beléphet vele, meg hát parkőr lesz. És oda van írva, hogy licensed, expert, ugye, hogy ő egy tényleg egy hiteles expert, dino expert, és hát tényleg, hogy ez így nagyon jó meglepetés neki, hogy mehet így parkőrként a Dino Parkba. Ja. Na, akkor voltak ilyenek is mellékelve neki. Ebből azt hiszem 4 vagy 5 darabot adtam neki, de ezt itt
most megmutatom kompletten, hogy amiket nem kapott, azokat is így bemutatom videó alapján. Őt kapta. Azt hiszem, ő volt a másik. Na, ez az, hogy nem vagyok benne biztos, hogy melyiket kapta, azért is így 5 darabot biztos, hogy kapott. A hosszú nyakúakból. Tuti. Igen. Ma azért jó egy kis dínó ajándék is. Na, ezeket már nem kapta. Úgyhogy ezt az első 5-öt, ezt megkapta. Na, ezeket így kinyomtattam, hogy ő, akiket majd megajándékozott gyereket. Mert ez ugye mindegyiket átadom gyerekeknek, és hát hogy örüljenek, hogy itt elég sok dínó közül választhatnak. Ez ugye a mostani legújabb Jurassic World szereplői, vagyis hogy dínó szereplői. Ahogy látjátok. És utolsónak Stegosaurus. Na, és Isti kapott még tőlem, ugye a Robin Box ajándék csomagból, vagy van, igen. Jurassic Park kártyákat is. 30 darabot. Ezeket így gyorsan így megmutatom nektek így végig. Ez a 4-es, és ott vannak a számok is. Na, így már jobb, így közelebbről. Új, itt elkapja a padit hátulról. A dínó. Szárnyas dínó. Raptor. Támadás, ugye. Itt kell neki a dínók, ilyen buborékban. Ő Jungle Charge, ugye? Megrohom. Triceratops. Eteti itt a dínókat. Raptor menekülés, ugye raptorok elől menekülés. Éppen leköpi. Savval, vagy nem tudom. Meglepetésszerű támadás. Fényképe... nem ez. Ma azt hittem, hogy fényképezőgépet nézd. Szerintem gépfegyver van rajta. T-Rex, ugye? Na most itt van egy ilyen kártya, ami hát meggyilkolja szegénykét. Körbeveszik a dínók őket, és akkor ott védekeznek. Ez is egy ilyen dínós kép. Hú, itt aztán megrohanják őket. Ne nézzetek hátra, ugye? Itt támadás éri őket. Tutajon, vagy ilyen gumicsónakon. Hú, itt aztán jól meglegyinti farkával az autót. Össze is van törve. Traffic jam, dugó. Nem tudnak menni a dínó miatt. Ford. És látjátok, hogy milyen szépen. Ott van egy kocsi összetörve.
itt meggyógyítják a dínót, ugye, kis szurit kap, és az utolsó előtti, az így, ez lenne az utolsó, ez ilyen vízi dínó. Na, akkor a dínóknak így vége, most jön egy következő téma, vagyis egy másik téma, amit Szala Isti tőlem kapott, ahogy már így mondtam, ezt mind tőlem kapta, amiket így bemutatok. Transformers. Ez maga a vezető, a jó robotoknak a vezetője. És milyen szépen így ki van dolgozva, ugye, hátul is. És így még oldalt is itt vannak ezek a kiálló részei. Ezt így ide teszem. És van a gonoszoknak a vezetője. Transformers. Nézzétek. Itt van a kis ágyúja is. Nagyon részletesek így ezek. És hát ugye ez így remeg a fejük Pophead szerűen. És ilyet kapott tőlem néhányat, csont is. Na és van egy ilyen papír, hát ez nem annyira játék, de nézzétek csak. Ha így összerakjuk, akkor egy kép lesz. Ez ugye a Don Quixote. És nézzétek meg, hogy három részből áll. Ezt mind így kivágtam, és ezt is ugye Isti az megkapta tőlem. Úgyhogy Don Quixote-t így megkapta. Már nem is tudom, hogy hova rakjam. Ide rakom. Ide, így. Inkább be a földre, mert eldőlt. Na. Most következik Marvel. Aki szereti a Marvel hősöket, azoknak most meg kell nézniük, amit most így be fogok mutatni, mert ez szerintem tetszeni fog nekik. Pókember ugyanúgy Pophead-ként funkcionál. És hát itt is így a hát. És látjátok, hogy az egyik keze is úgy van, ahogy azt így tartja, azt hiszem, és így lövi ki a hálóját is. Látjátok? Itt így. Ez lenne az egyik hős, ugye? És van vasember. Ezt is így tőlem kapta. Ez a Mark 17-es páncélja. Ezt hova is rakjam ide. És van Hulk figurában. Ez ugye a tomboló szuperhős. És hát néha össze szoktak verekedni a Thorra, ugye? Csak úgy budiból, heccként. Na, és így a Marvel univerzumnak az utolsó darabja, ez. Ez egy videókazetta. De nem is akármilyen videó, nem, magnókazetta, elnézést. Magnókazetta, ugye, ez egy tok. És mi van benne? Majd most meglátjátok. Galaxis őrzői második résznek a hősei vannak. Itt van Ego, ugye? Vagy ezt így, így már jó. Baby Groot. Yondu, ugye? Mantis,
Mordáj, ugye, Rocket. Egyébként Rocket az nem is mordájt jelent, hanem rakétát, de mindegy. Nebula. Star-Lord. Drax. Gamora. Ők lennének így ezek a kis kártyák a galaxis őrzőiben, és ugye gondolom ennek is így örült Isti. Nem tudom, az a baj, hogy ő a reakcióit, hogy hogyan is reagál ezeknek. De ha majd ezt a videót látja, és hát majd elmondja, elmeséli, hogy is tetszettek így a dolgok, amiket adtam neki. És akkor utolsó téma, autók. Ez egy Smart. Ő nem ilyen kicsibe kapta, nagyba kapta Smart autót, de így néz ki. Nézzétek, még ott minden egyes dolog itt látszik, oldalt is. Meg az ülések. A rendszám is. És hát majdnem olyan, mint hogyha Batmobilt látnék. Elég érdekes. Na, akkor ez lenne az egyik autó. Aztán van egy kukás autó. Méghozzá szelektíves. Nem akar fókuszálni, de mindegy. Így néz ki. Hopp, igen, így néz ki. Na, akkor már nem is tudom, hogy ma akkor nem fog látszódni így a... Ide tesszük. Jó. Aztán van egy ilyen rendőrségi autó, polícia, federál, ugye? Hát ilyen rendőrségi, ilyen DPS-es. És akkor nagyjából lehet látni így a... Mindenhova oda van írva, hogy Federation, és ez egy nagyon jó ilyen Jeep-szerű. És már csak két autó van, két versenyautó, ez lenne az egyik, amit kapott tőlem, és itt van ő. Igen. 2018-as és Too Fast, nagyon gyors. Jó rendszám. Hát tényleg nagyon gyors autó. Ő már nem emlékszem, hogy milyen fajta, de ezt ide tesszük. És az utolsó, amit be fogok mutatni, az egy Porsche 911-es? Igen, azt hiszem. Porsche autó, nézzétek. Külön ráhelyeztem így a... hogy jobban menjen az autó. Igen. Spoiler. Igen, spoiler. És hát ezt itt nagyon nehezen tudtam így megcsinálni, de meg tudtam csinálni. Úgyhogy még egyszer így nagyon gratulálok így a Szalai Isti csatornához. És hát továbbra is nézlek. Úgyhogy, és látom, hogy egyre több autóversenyzős készítesz, és hát látom, hogy nagyon jól nyomod a dolgokat. Ja. És hát ezeket a játékokat, amik itt bemutattam, ezt mind ugye a gyerekeknek fogom így december elején majd így a Mikulás ünnepségén átadni, szétosztani. Úgyhogy íme, hát egy kicsit tömve vannak, de
ez lett volna így. Sajnos pár dolgot nem tudtam így megmutatni nektek. Például a pixel rajzot, amit átadtam Istinek, ő azt nem tudtam így. Már nem nagyon emlékeztem rá, hogy mik voltak benne, de azt tudom, hogy Boba Fett és a Superman az benne szerepelt a pixel rajzban. A3-as, nem, A4-es méretű rajzlapot adtam át neki. És hát még egy dolgot még adtam a barátnőjének is, úgyhogy ezeket sajnos így nem nagyon tudtam így megmutatni. Remélem tetszett nektek, és hát remélem Istinek is így tetszett, hogy így bemutattam helyette is így, mert ugye tönkrement így a videófájlja, és így nem tudta közzé tenni, amit kapott tőlem, úgyhogy helyette így én mutattam be az én csatornámon, hogy mit is kapott. Na úgyhogy remélem nektek is tetszett ez a videó, a bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!